Sziasztok, ez itt a Bögre PvP-ntek sorozatának legújabb epizódja. Rég volt már ilyen, úgyhogy most akkor csapjunk is bele, talán néhányan nem is találkozhatok még vele. A lényeg, hogy végigmegyünk az összes hősön, ami már megtörtént, és az újonnan érkező hősökről csinálok egy bemutató videót, aminek az első kis harmada, az a tréning pályán mutatom be, hogy milyen képességei vannak, a második és a harmadik harmadában pedig meccsekből vágok össze részeket, és kommentálom, és úgy általánosságban beszélek arról, hogy mire jó ez a hős, mire nem jó ez a hős, hogy érdemes használni, hogy nem érdemes használni. Az új hősünk pedig nem más, mint Echo. Hello, Echo! Echo-ról majd később dumálunk, hogy pontosan mi a háttere, vagy hogy ő egyáltalán micsoda. Most legyen elég annyi, hogy ő egy android-szerűség. És az elsődleges támadás az egy trishot, ami így néz ki. Egyszerre három lövedéket lő ki, amik ahogy tartanak a távolba, egy jobban eltávolodnak egymástól. Tehát könnyű belátni, hogy egyébként nem rossz sebzésűek ezek. Könnyű belátni, hogy inkább közép távon, vagy nagy közelből érdemes ezeket használni, hiszen onnantól kezdve elég biztosra megyünk a sebzés tekintetében. Ez az elsődleges képessége. A másodlagos támadása, mondhatjuk így, az a ragadó bomba. Ilyen még nem volt az Overwatchban, úgyhogy most akkor kell találni. Jéj! Sikerült valamennyit sebezni rajta. Ez úgy van, hogy amint kilövöm, utána megragad, és utána egy vagy két másodperc múlva, azt hiszem egy másodperc múlva robban. Bármilyen felületre ráragasztható pajzsokra, falra, a lényeg, hogy csinál egy kis sebzési zónát, és ez elég jó kis stratégiai dolgokat tud eredményezni. A harmadik támadó képessége az pedig a beam, amit hát... én szeretek, de mindjárt megbeszéljük majd a meccsek alatt, hogy mi a helyzet vele. Ez így néz ki. Ez alapjáraton nem túl erős. Ha láttottátok, akkor az előbb alig vitt le erről a tréningbotról életet. Viszont, hogyha a célpontnak, ami lehet egy pajzs is akár, 50% alatt van az élete, akkor onnantól kezdve sokkal nagyobbat sebez. Most azt felállítottam, hogy 50% alatt legyen az élete. Látjátok, alig sebez, viszont így azonnal szétüti szinte az ellenséget. Ez baromi hasznos tud lenni. Csak aztán jól kell kombózni az összes többi képességgel, mert akkor lehet igazán effektív. És végül elérkeztünk még két képességben. Az egyik a mobilitás segíti, és talán a leginkább repülésre hajazó dolog ebben az egész Overwatchban. Még jobban működik talán, mint Farának a képessége ugyanerre. Ez pedig az, hogyha megnyom a shiftet, akkor először is előre felé löki magát, aztán pedig lehet vele szabadon repülni pár másodpercig, utána elkezd csökkenni ez, elkezd visszazuhanni a földre. Viszont a space nyomva tartva, elérhetjük azt is, hogy ez inkább legyen glide, mint zuhanás, és az a helyzet, hogy olyan gyorsan újra töltődik ez, hogy még az is lehet, hogy mire leérek a földre, már újraindulhatok, úgyhogy ez minden eddigénél szabadabb. Gondtalanabb repülést ad, Faránnál ugye nagyon figyelni kell magára a repülés irányításra, Echo-nál nem annyira, Echo-nál azért elég, hogyha mondjuk nyomva tartod a space-t, és az, a többi azt nagyjából végzi magának. Illetve néha benyomod a shiftet, amikor pedig már földet értél. Aztán, mi maradt még ki? Hát természetesen mi más, mint az ulti. Az ulti úgy néz ki, hogy nem véletlenül került bele ide ez a kis rész a játékba, a training pályára. Itt kiválaszthatjuk, hogy ki legyen a training partnerünk. Nekem most a training partnerem Tracer, és ez kifejezetten Echo miatt van itt, ugyanis Echo át tud változni olyan 15 másodpercre, 14-15 másodpercre az ellenség egyik karakterévé. Tehát nem baráti karakter, nem bármilyen karakter, az ellenség egyik karaktere. Ilyenkor be kell célozni, megnyomom a Q-t, és 15 másodpercre átváltozok. A trükk abban az, hogy minden képessége megvan, meg minden megvan, és sokkal gyorsabban töltődik az ultija, mint normális esetben. Tehát elképzelhető, hogy nem egy, hanem akár két ultit is be tudsz lőni. Nyilván karaktertől függ, de Tracer pont azért van itt alapból kihelyezve, mert ővel aztán ez nagyon jól használható. Most átváltok Tracerre, rögtön kezdem a képességeit, már is megvan egy. Még mindig tart a... még felénél vagyunk csak az ultinak, és már nem fog több beleférni nagyon. Igen, ennyi volt. Tehát láttátok, hogy mennyit el lehet lőni, vagy mennyire sok mindenre elég ez a 14-15 másodperc, amit ad nekünk az ultira a játék. Azt hiszem, hogy ez nagyon érdekes, és őszintén szóval elég game changer dolog. Jeff nem viccelt, mikor azt mondta, hogy ez elég game changer lesz. Tényleg game changer lett. Erről majd beszélünk nem sokára. Úgyhogy lássuk is a meccseket, mert szerintem itt mindent megbeszéltünk, amit megszerettem volna.
Itt is vagyunk, a Route 66-en kezdjük ezt a mai meccseket. Három darab meccset hoztam ezúttal nektek, így is szerintem lesz mit nézni. És hát Echo, hát mit kell tudni Echo-ról? Az, hogy összességében kezdjük azzal, hogy nekem először nem igazán feküdt, és úgy gondolom, hogy egy nagyon specifikus hős. Nem egyszerű hős, és minden eddiginél fontosabb a támadásainak és a képességeinek az, hogy egymás után fűzzük őket, hogy kombozzuk őket. Nagyon nehéz vele távolról lőni, de nem is igazából ez az erőssége, annak ellenére, hogy nagyon sokszor leszünk távolról, köszönhetően a repülésnek, mert mégiscsak az a legjobb, hogyha a levegőből próbáljuk meg legyőzni az ellenséget, hiszen ilyenkor Echo-t viszonylag nehéz eltalálni. Egyébként amúgy meg viszonylag könnyű, mert annak ellenére, hogy kicsinek tűnik a karakter, a szárnyai nagyok, és a szárnyai is ugyanúgy számítanak, tehát abszolút működik az a dolog, hogy nagyon messze maradjatok Soldiertől, messze maradjatok Ashtől, a Roadhogtól. Roadhogtól nehéz lesz messze maradni, mert Roadhog erőszeredettel szokott vadászni az Echo-kra, és az Echo-k az a helyzet, hogy elég könnyen is hullanak, úgyhogy mindenképpen erre majd nagyon kell figyelni. De onnan kezdtem az egészet mondani szerintem, hogy összességében egy nagyon kombós karakter. Azt mondanám, hogy van annyira kombós, mint Doomfist. Doomfist elég híres arról, hogy ha valaki összetudja jól kombózni egymás után a különböző képességeit, akkor gyakorlatilag megállíthatatlan. Doomfist az, akiből én nem igazán látok ilyen átlagos játékos. Tehát, hogyha Doomfist-tal játszik valaki, akkor vagy über jó, vagy pedig nagyon-nagyon hamar át fog váltani valami másra. De ettől függetlenül azt érzem, hogy Echo is hasonló, és Echo-hoz még van egy nagyon érdekes dolog, amit mindenképpen meg kell említeni vele kapcsolatban, az pedig az, hogy az ultia az nem csak azért mondható game changernek, mert konkrétan nincsen saját ultia, hanem mindenki képességét felhasználja, hanem azért is, mert ez az ulti, ez konkrétan igényli azt, hogy az ember ismerje az összes többi karaktert. Mert hogy gyakorlatilag nem tudhatod, hogy melyik 6 karakter lesz benne az ellenség csapatában, és most már, hogy 32 karakter van az Overwatchban, most már azért azt jelenti, hogy elég kicsi az, vagy hát ha nem ismered mondjuk a karakterek nagy részét, akkor elég nagy az esély, hogy olyat közül kell választani, akiről fogalmat sincs. És nekem is volt, amíg játszottam vele, hogy megkaptam Brigittet, és Brigitt az, akiről nekem így összességében halványlag gőzöm sincsen, hogy mit csinál, vagy hogy működik, viszont muszáj voltam utána nézni, mert volt olyan, hogy Echo-val ezt a képességet kellett használni. Például egy másik Echo ellen harcolok, és sikerült végül legyőzni, mert a kombózással, majd erről megint picit bővebben fog beszélni. De most az ultiról van még egyelőre szó, miközben nagyon haladunk előre a meccsben, és nagyon jól haladunk szerintem, itt kár volt berohanni előre. Tehát az ulti. Mert hogy amint ellövöd az ultit, utána megkapod magát a karaktert, azonnal átváltozol azzá, akivé szeretnél. Először is maga a setup már nehéz, mert olyan karaktert kell, tehát előre kell gondolkodni. Először is előre kell gondolkodni, hogy megtaláld a képernyőn, a játéktérben azt a karaktert, akivé szeretné változni. Lehet, hogy nincs ott, lehet, hogy éppen újjáéled, lehet, hogy pont benne van a tömegben, vagy bármi lehet. A lényeg, hogy nem tudsz átváltozni akkor azzal a karakterrel, akkor választani kell gyorsan egy másikat. Vagy pedig várni kell azzal, hogy akkor még nem ultizol, viszont akkor meg azt jelenti, hogy potenciálisan nem használod ki a teljes erődet. Értem, hogy az ultival amúgy érdemes várni a jó pillanatra, viszont ez Echo-nál megint picit máshogy működik. Szóval megvan a karakter, akivé változol. Miközben átváltozol, át kell venned fejben, hogy ennek a karakternek melyik képessége, milyen gombon van, mi az ultia, hogy érdemes vele játszani, hogy érdemes játszani a karakterrel, hogyha van 15 másodperced, hogy játsz vele. Ez Doomfistnél annyira nem nagy kérdés, mert amit mondtam, Doomfistnek érdemes minden képességet egyszer előni, de Moiránál már megint kicsit más a helyzet, mert Moira inkább a hosszú távú karakterként működik, talán mondhatjuk ezt így. Vagy Lucio is hasonló, és elég
elég érdekes dolgokat tud ez most ez itt adni. Például én most át akartam változni Wrecking Ball-lá, és sikerült is, viszont hát lényegében az volt a célom, hogy leszedjem onnan az ő ultiait, de ezzel sajnos meg is haltam időközben. Na most, ha sikerül mindent jól előni, azt írtam Twitteren nem régiben, mikor még tanulgattam Belkót, hogy ez egy ilyen billentyűzetre tenyerelős káosz vele az ultizás, mert gyakorlatilag minden képességét, a másik karakter minden képességét egyszerre akarod előni. Vagy a lehető legjobban kombózza, mert 15 másodpercet van, hogy kihozza maximumot a karakterből, amit lehet. Úgyhogy ez mindenképpen érdekes szerintem. És aztán jön az ulti része. Na most ez nem garantált, tehát elképzelhető, és nektek fogtok is látni majd nekem olyan ultizást, mikor nem jutottam el a második karakter ultijáig. Egyszerűen nem sikerült annyi sebzést bevinnem, vagy annyi ulti töltést szereznem, ugye, mert nem feltétlenül sebzés, de nem sikerült annyi ulti töltést szereznem, hogy az elég legyen az ultira. Innentől kezdve pedig akkor ezt megnyertük, ezt a meccset, mehetünk tovább a Blizzard World-be, ami kiváló, mert én szeretem azt a pályát, most már egyre inkább szeretem, és még nem beszéltem arról, hogy Echo hogy működik a pályákon. Goddammit, túl sok időt töltök itt az ultizásra. Tehát az ultizás nagyon nehéz, és utána még jól előni az ultit. Gyakorlatilag nem az van, mint a többi karakternél, hogy figyelned kell, hogy mikor a legjobb előni az ultit, hanem mikor a legjobb átalakulni mivé. Elképesztő agymunka, és pontosan tudni kell, hogy a többi karakter mire képes. Nagyon ott kell lenni fejben, jobban, mint eddig talán bármelyik másik hősnél. Akkor beszéljünk picit ugye azt ígértem, hogy lesz szó a kombozásról. Itt nagyjából ez úgy néz ki, hogy sokszor láthatjátok, hogy a beamet az benyomom idő előtt. Nem mindig éreztem, például most is idő előtt nyomtam be, nem mindig éreztem, hogy pontosan hogy kell ezt használni. Viszonylag gyorsan vissza lehet ezt kapni, ezt a képességet, úgyhogy nem vagyunk addig sem, nem állunk addig sem rosszul. A beamnek van egy nagyon jó, ugye ez az a beam, ha az ellenség vagy az ellenséges pajzs fele életen van, akkor sokkal többet sebez rá. De van egy nagyon jó hangeffektje, ez mindenképpen megint csak kiemelni az Overwatch-nak elképesztő a hangdizájnja, és itt maximálisan lehet érezni, mert a beam gyakorlatilag nem ad semmi hangot, nagyon minimális hangot ad, amikor csak simán sebez, viszont amint olyan sebzés visz be, ami duplának számít, akkor annak van nagyon kemény hang, ezt most nem fogjuk hallani egy hamar, majd igyekszem figyelni, hogy mikor adja be, de a lényeg, hogy fantasztikusan jó az a hangdizájn, amit ott ők így kitaláltak. Viszont nehéz azt eltalálni, hogy pontosan mikor van egy karakter fél életen. A pajzsoknál könnyebb, mert a pajzsok akkor kezdenek el repedni, mikor lecsökkent a damage-jük a felére nőtt. Hogy mondják ezt? A HP-jük lecsökkent a felére, igen. Így közben sikerült előni azért egy diva ultit. Nem mintha sok mindent elértem volna vele, de talán egy picit segített. Haladunk előre Blizzard World-ben, úgyhogy végül is haladunk, gondolom. Az ultizásról volt szó, igen, nem az ultizásról, a kombózásról, igen, hogy vannak ezek, van ez az elképesség, ami a beam, és nagyon jól el kell találni, hogy mikor használja az ember. Szerencsére ez olyan képesség, ami kiszedhető, olyan értelemben, hogy le tudod állítani, hogyha rájössz, hogy túl hamar lőtted el, akkor le tudod állítani, és azt mondod, hogy jó, akkor próbálj meg kicsit később, amikor megint visszatöltődik majd. Jó, beszéljünk a helyezkedésről. Ami nekem nagyon tetszett Echo-ban, amit annak idején Ákos is mondott még a tavaly előtti évzáró podcastunkban, hogy neki az egyik játékmechanikája az a Hammond volt. És azóta én is megértettem, Hammond teljesen újra gondoltatja veled azt, hogy hogyan néz a pályára, egészen máshogy nézel rá, és ez picit igaz Echo-ra is. Sokszor láthattok itt ebben a Let's Play-ben, vagy akármi is ez a földön, viszont Echo-val nagyon sokat fogunk repülni. Minél többet, annál jobb, és egészen új útvonalak nyílnak meg. Nem tudom, Farára is így van-e, mert nagyon keveset faráztam, viszont úgy érzem, hogy még hozzá képest is új útvonalak nyíltak meg, mert Echo-nak egyszerűen magasabbra tud például repülni. Nagyobbak a képességei a repülés tekintetében, vagy erősebbek, és ezért tényleg sokkal másabb és sokkal újabb útvonalakat fogunk használni, mint eddig, máshogy kell helyezkedni,
De amúgy összességében érdemes most lehet utalni egy pillanatra. Bár meghaltam, de lehetett venni egy pillanatra azt a hangot, amiről beszéltem. Szóval, igen, így működik. Így működik Echo. Nagyon gyorsan fel lehet érni vele szerencsére a harcba. És aztán persze elég gyorsan meg is lehet halni vele, de az megint más kérdés. Itt Mercy megpróbált föléleszteni, de hát ez egy szomorú csendélet lett itt a végére helyette. A boldog egymásra találás helyett egy szomorú csendélet. Most is lehetett picit hallani ezt a hangot, csak meglepően nehéz ezzel a beammel célozni. Összességében azért Echo is az a karakter, akivel érdemesebb célozni, mint nem. És viszont érdekes módon ez kicsit balanszolja a Sticky Grenade, mert a Sticky Grenade az tud egy olyan elég menő dolgot, hogy ugye ráragad az ellenségre, és az ellenség onnantól kezdve, ha a fejére áll is, az rajta fog maradni, azt hiszem. Bár talán Reaper és Moira ki tud ezek alól lépni a különböző képességeivel, de az biztos, hogy a legtöbb karakter bele fog robbanni az arcukba. És nem csak ott, hanem én például rendszeresen szoktam azt csinálni, talán a következő része, vagy következő pálya elején lehet majd látni, nem vagyok benne biztos, de rendszeresen szoktam azt csinálni, hogy az ajtóhoz rakni ezeket a sticky grenédeket, ahol jönnek ki, tehát mikor mondjuk védekezünk és megnyílik az ellenség ajtaja, akkor rögtön úgy időzíteni, hogy belerobbanjon az arcukba. Minimális sebzés, de azért minimálisan talán segíthet. Jó. Azt hiszem, még azt akartam mondani az ultival kapcsolatban, utólagosan hozzátéve, hogy amúgy az is arra is nagyon jó, hogy így picit kipróbáljunk, vagy belemerészkedjünk más karakterekbe, hogyha nagyon nincs más valakit választani. De ez már csak zárójelesen utólagosan hozzátéve az előzőkhez. És milyen Echo ellen játszani? Én nem éreztem annyira idegesítőnek. Az helyzet, hogy DPS, és ez nagyon meglepő, mert Echo egy DPS karakter, amire igazából nem sokan számítottunk. Nagyon, nagyon közel a supporthoz. Ilyen veszélyesen közel áll ahhoz, hogy ő support karakter. Egyen közben egy play of the game. A kicsit megszakítjuk a műsorunkat. Itt, amit látjátok, alapból volt két kill, ami jól sikerült, nem maximális az én killem volt, és aztán Moirával átalakulva be tudtam vinni sebzést, plusz tudtam gyógyítani, és így adta be nekem a play of the game-et, még csak nem is került arra sor, hogy az ultimat ellőjem. Voltak gondok ezzel kapcsolatban, olyan értelemben, hogy egyszerűen nem lett meg az ultihoz szükséges töltés. Én ez is nagyon érdekes, mert vannak olyan karakterek, amiknek kötött az ultinának a hossza, és van, amelyiknek nem. Tehát például Tracer a legjobb példa, és Moira a másik legjobb példa. Moira karakterének az ultia az mindig percre pontosan úgy addig fog tartani, nem, másodpercre. Ezred másodpercre pontosan ugyanaddig fog tartani, ha nem interruptolják, vagy nem ölik meg. És ugyanilyen Roadhognak például az ultia. Ezzel szemben Wrecking Ball vagy Tracer, ugye ő csak simán lerakja a maga kis aknáját, a maga kis robbanó akármi csodáját, és aztán mehet tovább sebezni, az ultia attól még ott marad, és ugyanúgy tud tovább dolgozni, míg ő akár lerakhatja a következőt is. Tehát itt érdemes ezt is figyelembe venni, amikor kiválasztjuk, hogy melyik karakter lesz az, akinek átveszük a szerepét, hogy az ultia mennyire újra felhasználható, vagy mennyire segíti a csapatunkat az adott helyzetben. Ez azért tényleg nagyon sok mindentől függ. Hanamurán vagyunk egyébként, és most sikerült is meghalnom egy bátor betámadásra. És akkor ez az utolsó meccs, úgyhogy gyorsan még elmondom, hogy mit gondolok, milyen ezzel a DPS-en játszani. Aki mondom, meglepő, hogy DPS lett. Én nem erre számítottam, senki nem erre számított, ezt már elmondtam. Itt lesz egy jó kis párbaj Sombra ellen, aki azt hiszi, hogy ő lesz itt a Jani, de spoiler, nem ő lesz a Jani. Várjatok, még megöljük őt. Ez egy ügyes kombózás egyébként. Tehát, hogy sikerül megölni. És meg is jön egy Sombra, aki megpróbál elvenni a képességem, nem sikerül. Átugrik, hogy megmeneküljön, nem találom el. És azt úgy gondolom, hogy inkább pofán ütöm, mert az a biztos megoldás minden ilyen jellegű problémára. Amit mondtam, igen, az, hogy DPS, és a DPS Q-k elég hosszúak. Most, amíg teszteltem egy héten át, addig rendszeresen DPS Q-kban ücsörögtem. Átlagosan olyan 5 percet kell várni, amit azért nem annyira vészes, mint amennyire én ezt gondoltam, meg amennyire éreztem, nem is a legjobb. De hát most értitek, majd valamit biztos kitalálnak, hogy ez jobb legyen. Mindenképpen kompetitív, nem kompetitívben, de a hivatalos játék
menetben akartam kipróbálni, tehát nem akartam azt, hogy oké, akkor custom game, és akkor mindenki echo vagy valami ilyesmi, hogy mindenki DPS. Kíváncsi voltam, hogy ez a 6-6, hogy is van, 2-2-2-es felállásban hogyan működik. Én hogyan működök, és ellenem hogyan működik egy ilyen DPS karakter. És ez, erre azért értem csak ki, mert amikor beléptem és már mondjuk foglalt volt Echo, akkor általában Ashe-re váltottam, vagy pedig Soldier-re. Mert hogy ezek voltak azok a karakterek, akik ellen kifejezetten szerintem, vagyis akik ellen kifejezetten nehéz küzdeni egy Echo-val. És egész jól ment, nem mondanám azt, hogy Echo kicsit is OP lenne, vagy túl lenne tolva. Valamennyire nyilván, mi minden karakter, ez is megjelenéskor ugye minden karakter kicsit erősebb, mint amilyen a későbbiekben lesz. De nem érzem feltétlenül azt a power creepet, amivel elérhető. Voltak idegesítő pillanatok, mint minden karakternél, amikor Echo úgy ölt meg, úgy gondoltam, hogy nem volt igazságos, de hát nyilvánvalóan ez csak a játéknak a része. Úgyhogy igen, nagyjából itt most nézem a listámat, hogy miket írtam még fel. Igen, support beam gyenge, de amúgy meg tök erős. És amúgy nagyjából ugyanaz a harci üteme neki, mint Soldiernek. Köszönhetően az, hogy sima lövés, sticky bomb, sima lövés, sticky bomb. Soldier is ugyanezt csinálja, csak neki ugye a gránátvetője van ott mellette. És akkor is értünk itt lassan a játék végéhez, még van hátra 2,5 perc, itt megpróbálok elbánni az ellenséggel, de 2-1 ellen vagyok, ezért visszavonulok, és akkor innen próbálom megtámadni. Összességében tehát, és itt jön egy ulti, amit azt hittem, hogy elrontottam, de kiderült, hogy nem lesz annyira rossz, figyeljetek csak. Összességében tehát én élveztem Echo-t sokkal jobban, mint... azt figyeljétek. Bye! Ezt nem kiszámoltam, ez óriási szerencsém volt. Szóval ahhoz képest, hogy mire gondoltam, meg eleinte milyennek tűnt, élveztem Echo-t. Azt mondom, hogy próbáljátok ki Echo-t, nagyon érdemes kipróbálni, nagyon érdekes karakter, viszont ismerni kell hozzá a többit is. Tehát az, aki bele van gyógyulva egy karakterbe, az nem fog boldogulni Echo-val. Ez egy nagyon érdekes meta vonzata az ő karakterének, és én nagyon adom ezt az irányt. Hogy mint karakter milyen, hát nem egy Sigma. De nem is egy Baptist, szóval minden rendben van. Itt már meg is van a pont, és ezzel véget ér ez a mai rész. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett ez a videó. És akkor jövünk, hát valamikor jövünk, vagy egy újabb PvP-ntek részre, mint a múltkori volt, a Wrecking Ball-os, vagy pedig majd, ha lesz új karakter, akkor azzal. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!